Na, az igen. Van egy pici crunch-a, ugye? De, és ha akarom, ugye van rajta egy bright kapcsoló, közép kapcsoló, mélyet is rak. Szinte teljesen kitisztítottam. Teljesen kitisztítottam. Én most hallom különben, ez az amikor, kicsit tényleg így hangosan, ez amikor úgy hallom, hogy az Alnikónak van egy kis érce. Van egy érce. Na közben, hogy halljátok, azt szeretném, hogyha valazért valami véleményt hallanánk, anélkül nem menjünk tovább. Jó nagy ütése van itt, nem olyan túl nagy hangerőn. Igen, is, ne, nincs különben az tényleg az hatalmas ütése van, azt hallani. Főleg dupla hangszerű. Tehát ezért kell néha a beszédhangot feláldozni, mert így szed minden, de cserébe itt van előttünk az erősítő. Jó. Ez létezhet, hogy ez a kis ciszeg és a torzításra ott, és ezt az ízt még ráadásul a hangszóró is úgy kihangsúlyozza bele. Így van. Na, csináljunk olyat, közben nagyon hangosan kell beszélnem, hogy még mindig a cleannél megnyomom a hangerőt. Kezd crunch-olni. Na, átmegyek az Overdrive csatornára, én közben még annyit akarok ehhez hozzátenni, hogy amikor itt próbáltuk, beszéltünk, hogy tényleg a irtatosan jól működik ugye az a közép-közép kiemelés, ez a túrokból ismert dologról is beszélünk, ugye, hogy a közép kiemelés, mély kiemelés, tök jók ezek a kis kapcsolók rajta, iszonyú jó kis ízzel lehet vele dolgozni, és tényleg tök jó be lehetett állítani, mert hát azért úgy agresszív a kapott egy kis, hát tehát nyilván, van értelme, a magas kiemelés is, stb. Van benne. No. Közben... Nem azt mondja. Megyünk tovább, és... Átmegyek a Drive csatornára. Mit kell tennem a Drive csatornára? Átnyomok a pedálon. A lábkapcsolóval. Nagyon tetszik az engetője. Van valami érdekesség az engetővel kapcsolatban? Hát figyelj, ilyen három csöves zengető van benne, tehát külön van. Tehát nem a Fenderes ilyen egyszerűbb zengető, hanem egy ilyen három csöves zengető van benne. Nyilván csöves zengető van benne, ebből ki is derült ebben a lendülettel. És külön van Send Return botid, ami annyit tesz, ugye, hogy mennyi jelet küldesz ki és vissza az engetőtankra, illetve ugye az, hogy mennyi jön vissza, mennyi keveredik össze a dry jeleddel. Így egy kicsit talán jobban beállítható. Finomabban beállítható. Na nézzük a Drive csatornát. Csókolom. Ha halljátok, ha nem, a hangot. Nagyon jó, és hát benne van az a csöves karcolás. Benne.
Na most azt fogom csinálni, még csináljunk már egy olyat, mert jaj, kinyomtam az, ja igen. A boostot. Igen, visszanyomom, reméljük, hogy tök jól lehetett hallani. Már bocsánat, hogy ennyit állítgattuk, de az a kárpolitikát, hogy visszamegyek a klímbe. Hát ez egy határozott clean, igen. Ezt lehet hallani. Most nézzünk meg pedálokat. Elsőnek mondjuk egy tipikus ilyen archert. Output. Ez ugye egy, elvileg ez a klón, KTR, igen. KTR klónnak a másodat, csak nézzük meg, hogy szeret. Nagyon remek. Reméljük a különbség is hallatszik. Átmegyünk egy full drive, 2. Ujj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 
Bam! Úr, mekkora lélegzése igen, van a Food Drive-nak. Igen. Nagyon jó. Mi érdekes, hogy tényleg erősítőhöz pedált, vagy igen, pedálhoz erősítő. Igen. Ez fontos dolog, nem csak úgy össze-vissza vásárol az ember mindent, hanem ugye egymáshoz kell valamilyen úton, módon idomítani a dolgokat. Igen. Ez bevallom, megközelíti egy kicsit a csövesnek ezt a cösszögés, a teteje, nézzük csak. Hát most próbáld ki, úgyhogy ezt kikapcsolod, és rárakod a torzított csatira. Ja, ja. Mondjuk hangerő különbség van nyilván, igen, de... Igen, meg itt azért nem adtunk akkor annyit. OD gain, meg tehát gain külön. Hát azért... A hangerő... Hát azért ennek az a csöves csiszegése azért az. De zseniális. Azért lényeges, mert ugye a pedállal a tiszta előtt vagy, ugye itt a torzítást, igen. Ez az érdekessége ezeknek a fajta erősítőknek, hogy itt a torzítást a tiszta csati, tehát van egy tiszta jel, és azután a rákapcsolt csővel éred el. Igen. Nem úgy, aha, mint az összes többi fajta, tehát ezért másabb ezek a double stílusú erősítők, mint az összes többi erősítő. Aha. Vagy nem úgy van, hogy az első cső rögtön rotyog, és aha, az már előállítja neked a torzítást, illetve majd azokra épül rá az összes többi erősítő fokozat, hanem itt van egy full tiszta hangod még a tone stackbe is, és arra építi rá de a komoly torzított hangot. Itt ugye egy másik fajta karaktert állítasz elő például, mert már eleve egy torzított egy hang megy be a tisztába. Na de ezért jó, mert szerintem nagyon fontos, amikor egy erősítőt vásárolsz, például kipróbálni a vélt vagy valós kedvenc pedáloddal is, hogy szól. Abszolút. Mert láttunk olyan erősítőt, hogy tisztán nagyon jól szól, aztán beküldted a torzjelet, és a harmonikusok, a frekvencia, minden pedig azért, amikor egy olyan az különben korrekt pedállal próbáltad, amit azért igen, úgy különben egymillió ember használ. Használ, igen. Na nézzünk még egy JHS-nek, ez a Bonsai, egy Tube Screamerét. Hát, úgy
nem tudnék, nekem ez annyira most ehhez nem, de ez a kettő, elképesztő. Hát a klón az egy saját, vagy egy olyan íze van, ugye, amit azt is sokszor búztolásra használják. Így van. Még annyit tegyünk meg, még itt a zárszók előtt, azért hál' Istennek egy elég hosszú interjút össze, hogy még egy stratót hagyd dugjak bele gyorsan. Okay. Engedelmeddel. Ezt megengednéd, hogy csak így odaadom. Nézzünk, mondjuk itt van a múltkor pont. Játszottam vele élőadásban, ne törjem darabokra. Még egy... Vicces lenne. Most hirtelen ugyanazon azzal a hanggal folytatva. Ott ugyissza, igen. Neki a strató azt mondja, Laci, igen. Itt a kedvenc ütésed. Az ütés. Megérkezik. Nem baj, ha jó hangnemben gitározok. Igen. Na, még nézzünk egy ilyet. A saját eszméleten, a saját torzításon végezetül. Hát igen, na erre most adok egy kis kaza, jó? Ugye? És lejönnek a... Ez nagyon, ezt szeretem.